Jövett a Szentlélek ajándékának A bérmálkozók a bérmaszülőkkel együtt járultak a főpásztor elé, aki keresztel megjelölte a bérmáló homlokát, így az egyház felnőtt tagjává vált a fiatal. A hozzátartozók, szülők, nagyszülők, testvérek is nagy számban vettek részt az ünnepi szentmisén és szertartáson. A fiatalok készültek a keresztény nagykorúságra, a bérmálásra, ami a hit kincsét erősíti meg. Nekem nagyon fontos a hitem az életemben, és mindenképp szerettem volna Istenhez is közelebb kerülni, és úgy gondolom, hogy a bérmálás is nagyon fontos dolog ebből a szempontból, és nagyon sokat szoktam imádkozni, és jó cselekedeteket is szoktam tenni, és próbáltam így lélekben is előkészülni a bérmálásra. Nektek szólom, még pedig azért, hogy boldog életet. Dr. Udvardi György, a Veszprémi Főegyházmegye főpásztora bíztatta a bérmálkozókat, hogy nyissák ki a szívüket, hívják be Istent az életükbe, hisz a vallás egy hatalmas pozitív erő lehet számukra. Mutassanak példát embertársaiknak, és a hitüket soha ne adják fel. Szólt a bérmaszülőkhöz is, akik katolikus hívőként a szertartáson tanulja a bérmálás szentsége felvételének, segítik a bérma gyermeket a felkészülésben és a későbbiekben a hite megélésében. A bérmaszülők hosszú távra kötelezték el magukat a vállalt feladattal. Szeretném azért látni, hogy a középiskolában hogyan fejlődik egyebek, mert azért rosszak a gyerekek, rosszak. Az ünnepi percekben a fiatalok válaszoltak az érsek kérdéseire, megerősítve a keresztény öntudatot, az Istenhez való tartozást. A fiatal vagy a felnőtt, aki kéri a bérmálás szentségét, az teljes egészében megismeri Krisztust, befogadja szívébe az ő tanítását, és saját maga életében ez alapján az ismeret, ez alapján a törvény alapján akar élni. Ezért legszemélyesebb ünnepről beszélünk, hiszen az egyénnek a kapcsolódása az Istenhez, az semmi máshoz nem köthető. A hétvégén 66-an, köztük egy felnőtt bérmálkoztak a Keszély Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban.